Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Originals adása. És a mai témánk és a mai vendégünk Horváth József biztonságpolitikai szakért, az Alapjogok Központ munkatársa. Üdvözlöm és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll. Jó napot kívánok mindenkinek! És az első kérdés, amivel szeretnék foglalkozni, a Heteknek a pénteken megjelenő számában írunk egy részletes cikket arról, hogy hogyan áll Európában a hadkötelezettséggel kapcsolatos kérdés. Egyre több országban vetik föl, legutóbb például Boris Pistorius, német védelmi miniszter, azt, hogy hiba volt a hadkötelezettségnek, sorkatonáságnak a megszüntetése, felfüggesztése, és más országokban is lehet hallani ilyen hangokat. Én azt szeretném Öntől először kérdezni, hogy mennyire volt egy tudatos döntés az elmúlt években, évtizedekben az, hogy Európában ezt a formát, ami azért a II. Világháború után sokáig megmaradt, fokozatosan visszaépítették, és milyen következményekkel járt ez? Hát szerkesztő, én azt gondolom, hogy ha visszaemlékszünk 1989-90-re a hidegháború lezárultára, a Varsói szerződés szétesésére, a Szovjetunió felbomlására. Azok után a politikusok döntő része azt gondolta, hogy a klasszikus háborúk, és ezzel együtt a sorkatonai szolgálat, a tömeghadserege kora az lezárult. És ez oda vezetett, hogy fokozatosan egyre több ország állt át a professzionális hadseregre, és megszüntették a sorállományú katonákat. A sorozást, tehát magyarul a nyilvántartásba vételét a katonakorú, hadkötelekorú fiataloknak az folyt, az mai napig folyik. Ugyanakkor eltelt úgy 2-3 évtized most már, hogy hadkötelekorú fiatalok azok nem kaptak semmiféle katonai alapkiképzést, nem vettek ki sorkatonai szolgálaton. Ebből kifolyólag generációk estek ki, akik alkalmasak lennének arra, hogy adott esetben egy klasszikus háborús körülmények között a hadsereg hátországát megerősítését biztosítanák. Nyilvánvalóan annak kapcsán merültek föl ezek a fölvetések, hogy az ukrán háborúban látható, hogy ön is említette, a tömeghadseregeknek azért a jelentősége megmaradt, és Európának a védelmi képességei a hivatásos hadsereggel úgy tűnik, hogy ehhez nem lennének elegendők. De ahogy utalt rá, tehát hogy azzal, hogy kimaradt egy nemzedék, vagy másfél nemzedék, és most már lassan ebből a képzésből, ha történne egy ilyen szándék, és megszületne egy ilyen politikai szándék, hogy ezt visszavetnék, akkor katonai szempontból mennyi időre lenne szükség, hogy ez fölépíthető legyen, és milyen ütemekben történne? Ez hosszú időre, viszonylag hosszú időre, és nagyon sok pénzre lenne szükség, tekintettel arra, hogy azok, akik az én generációm, vagy nálam egy generáció a fiatalabbak, de még voltak sorkatonák, és emlékszünk arra, akkor azt tudjuk, hogy Magyarországon a 2 éves, majd utána ez csökkent akár 1 éves sorkatonai szolgálatra is, az nem pusztán abból áll, hogy behívjuk a sorköteles fiatalokat, hanem ez logisztikai háttér biztosítása, az nagyon komoly feladatot ró az országra. Tehát ez nem lehet pillanatok alatt létrehozni, leépíteni lehetett pillanatok alatt. Ugyanakkor én azért megjegyezném, hogy azon túlmenő, hogy ezt újra létrehozni és fölépíteni, ez nem egyszerű és nem 1-2 nap alatt történő feladat lenne. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban, ahogy ön is mondta, például a német hadügyminiszter és a Pistorius kinyitotta ezt a kérdést, hogy Németországban is foglalkozni kell vele. Én azért, hogy pillanatnyilag az orosz-ukrán háború kapcsán az európai politikusok egy nagy részében van egyfajta joggal riadalom, hogy Európa védtelen és kiszolgáltatott. De ez nem biztos, hogy az első és legjobb reakció egyébként a sorkatonasággal való foglalkozás kell, hogy legyen, hiszen pillanatnyilag látjuk azt Nyugat-Európában, hogy a nyugat-európai országok hadseregei, a professzionális hadseregek sem állnak pillanatnyilag olyan szinten, hogy a bevethetőségük és alkalmazhatóságuk rövid időn belül megfelelő szinten lenne, hiszen látjuk, hogy se lőszer, se tartalék alkatrész, se megfelelő
fegyverutánpótlás nem biztosított ezekben az országokban. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy az tény és való, hogy újra kell építeni, és újra kell gondolni Európa egész biztonságát, de továbbra sem érzem azt, hogy a sorkatonaság lenne az első és olyan lépés, amely mindenképpen megköveteli azt, hogy az országok biztonságát garantálni lehessen. Ezzel együtt nyilvánvaló, hogy ez nem egy ördögtől való dolog, hiszen például Ausztriában, amiről tudjuk, hogy egy semleges ország, ott a mai napig például a sorkatonaság az egy bevett dolog, olyannyira, hogy őket például békeidőben is be lehet vetni, például, hogyha bármiféle természeti katasztrófa történik, de akár, hogyha egy tragikus nagyságrendű hó esik, akkor is a katonákat oda tudják vinni, és tudnak segíteni a polgári áldozatoknak. Tehát ebből a szempontból sok mindent újra lehet gondolni, és nyilván, hogy újra is kell gondolni, de ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy pillanatnyilag a legfontosabb mégiscsak a professzionális haderőnek a megfelelő szintre hozása és megerősítése az első és legfontosabb lépés. A hadkötelezettségnek a kérdése nem függhet össze azzal, hogy egy professzionális hadseregnek is sokféle képzettségű állományra van szüksége. És hogyha ezek az önkéntes formában nem megfelelően számban vagy megfelelő arányban jelentkeznek, akkor a hadseregnek szüksége lehet akár bizonyos ágazatokra leszűkítve is, de valami fajta kötelező hadkötelezettségnek a bevezetésére. Elképzelhető egy ilyen részleges formája is a sorkötelezettségnek? Ezt nehezen tudom elképzelni részlegesen, hiszen hogyha részleges bármilyen esetben tudjuk azt, hogyha csak egyesekre vonatkoznak bizonyos jogszabályok és a kettesekre nem, az mindig annak a meleg ágyává válik, hogy hogy lehet a kibúvókat megtalálni, és mindenki abban próbálkozik, hogy én is a kettesek közé tartozzam, akiket nem visznek be. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy ez semmiképpen nem járható dolog. Talán ami járható lehet, és itt idehoznám mondjuk az Izrael példáját, hogy Izraelben ugyan tudjuk, hogy sorkatonaságban és viszonylag hosszú időt is töltenek a fiatalok, fiúk és lányok egyaránt, de azért ott emellett van egyfajta pozitív diszkrimináció is, amit mellé tesznek. Ami arról szól, hogyha egy izraeli fiatal leszolgálja az idejét a hadseregben, és utána mondjuk egy állami beosztásra pályázik, akkor ő előnyt élvez azzal szemben, aki valamilyen ok miatt nem töltötte le a sorkatonai szolgálatát. Tehát én a mai 21. századi világban sokkal inkább ebben a pozitív megkülönböztetésben, vagy pozitív üzenetekben hiszek, mint a kötelező fegyelemmel elrendelő dolgokban. Tehát valamiféle olyan pozitív ösztönző rendszert kell kitalálni, hogy az arra érzékeny, fogékony, fiatalok vagy középkorúak lássanak egyfajta perspektívát, vagy ha úgy tetszik, kötelességet a tekintetben, hogy a hazánkat meg kell védeni. Milyen hatással lehet a háborús helyzet erre a hajlandóságra, hogy jelentkezzenek önkéntes katonai szolgálatra? Ugye, ha összevetjük az ön által említett Izraelt és Európát, akkor ugye azt látjuk, hogy Izrael a megalakulása óta 1948 óta gyakorlatilag folyamatosan hadi állapotban, vagy hadkészültségi állapotban van. Európa viszont ezzel szemben ugyanezt az időszakot egy béke időszak formájában töltötte, és az ukrán háborúnak a kitörése, egy évvel ezelőtti kitörése tette újra élessé ezt a kérdést. Most ebből a szempontból, hogyha Európát nézzük, vagy akár Magyarországot, ha vannak ilyen tapasztalatok, ez inkább ösztönzőleg hat az önkéntesek körébe arra, hogy vállaljanak katonai szolgálatot, akár ebbe a formában, ahogy ön is említette, hogy pozitív ösztönzést kapnak erre, vagy pedig hát inkább riasztóan hatnak azok a hírek, mint amit lehet hallani, hogy a frontvonalban, akár ukrán, akár orosz oldalról az éles helyzetekben egy katonának a túlélési ideje akár néhány órára szűkül le. Valóban így van, és hogyha megengedi, akkor itt az utolsó mondatánál kezdeném. Tehát igen, amerikai önkéntesek is, ezt tegyem idézőjelbe, akik Ukrajnában harcolnak, mondják azt, hogy ezek az alapkiképzésen átesett, frissen besorozott
ukrán katonák túlélési esélyéről beszélnek a keleti fronton, hogy ez néhány óránál egy-két napig nem terjed hosszabb időre. Tehát itt azért azt érdemes megjegyezni, hogy ez alapvetően a gyengén vagy alig kiképzett katonákra vonatkozik. Tehát ez megint csak azt erősíti, hogy az, hogy valakinek egyenruhát húzunk rá, meg egy fegyvert adunk a kezébe, az még nem jelenti azt, hogy hatékonyan képes harcolni. És ez azért mindenkit megfontolásra késztet. Másrésztről, hogyha a kérdés első feléről beszélünk, én nekem meg kell mondjam őszintén, hogy kettős tapasztalatom van e tekintetben. Ugye, hogyha társaságban jár az ember, egyrésztről találkozunk, és itt óvnénk mindenkit az általánosítástól. De vannak olyan fiatalok, akik igenis elgondolkoznak azon, hogy kötelességük van az országgal szemben is, jelentkezni akarnak önkéntesként, hogy szolgálják, akár területvédelmi egységekben, akár a Magyar Honvédség tartalékosaként, de hogy tevőlegesen hozzá akarnak járulni az ország biztonságához. Ugyanakkor vannak olyan fiatalok is, volt ilyen beszélgetésben is szerencsém idézőjelben részt venni, akik azon gondolkoztak, hogy adott esetben, ha még komolyabbra fordulna ez a háborús fenyegetettség, akkor hova érdemes elmenekülni Magyarországról, és a bolygó melyik távoli zugában gondolják biztonságosnak az életüket. Tehát sokan pedig pontosan arra gondolnak, hogy innen el kell menekülni, és hát vannak olyan fiatalok, akiknek Magyarország a hazájuk sajnálatos szempontból, de nem jelent egy olyan értéket, amelyért hajlandóak lennének akár a testi épségüket is kockáztatni. Tehát két véglet van magyarul. Eközött nagyon nehéz a közepet megtalálni, és még nehezebb azt mondani, hogy egyébként most mi lenne igazából az üdvös dolog. Én azt gondolom, hogy a 21. században, ahol látjuk, hogy noha az orosz-ukrán háború egy ilyen klasszikus háború jegyeit mutatja, de mégis a mi tanult fiataljainknak a ismereteire, ennek a XY, Z generáció informatika ismereteire adott esetben egy nem csak klasszikus frontvonalon lehet szükség a védelemben, hanem például a high-tech informatikai csapások kivédésében, ezeknek a támadásoknak a detektálásában. Tehát sok olyan szolgálatot el tudok még képzelni magyarul, a klasszikus fegyverforgatáson kívül is, amivel az ország biztonságát erősíteni vagy szavatolni lehet. A háború kapcsán most fölmerült, az utóbbi időben többet lehetett hallani arról, hogy vannak akár olyan tervek is, hogy az ukrán embervesztesség pótlására, amit ugye nem lehet a fegyverszállításokkal kipótolni, ennek a pótlására valami fajta hajlandó koalíciója állna fönn, ami nem a NATO-nak a közvetlen hadbalépését jelenteni, hanem olyan országoknak az önkéntes részvételét, mint ami ugye maga ez a fogalom a 2003-as iraki háborúban került elő, tehát akik önként vállalnak valami fajta részvételt az ukrán oldalon ennek a megsegítésére. Hogyan látja ön, hogy egyrészt van ennek realitása, van-e olyan erő Európában, ami ilyen formában a közvetlen eszkaláció veszélye nélkül bevethető lenne az ukrán fronton, illetve hogy milyen következményekkel járhatna ez? Hát először is én azt gondolom, hogy ez egy hihetetlenül veszélyes helyzetet generálna. Tehát lenne ennek természetesen, hogy úgy mondjam, egy szofisztikáltabb megoldás, amit az oroszok is alkalmaztak a Wagner csoporttal, az amerikaiaknál is tudjuk a Blackwater nevű magánbiztonsági céget, tehát van erre a világban számos ilyen szervezet, amelyeken keresztül azt lehet mondani, mint ahogy most is egyébként már Ukrajnában az oroszok detektáltak lengyel, angol-francia beszélgetéseket a front közvetlen közelében. Magyarul, hogy ilyen külföldi úgymond önkéntesek vagy zsoldosok azért megjelentek már ukrán oldalon is, mint ahogy orosz oldalon is. Tehát ez egyrésztről ez még lehetne egy olyan fajta, nem is azt mondom, hogy megoldás, de lépés ettől a ukránokat támogató fegyverrel beszálló
koalíciótól, ami még talán-talán nem jelentene egyet azzal, hogy a háború az végletesen kiszélesedik. Minden ettől eltérő dolog, tehát hogyha most ez a Ukrajnát segítő országok köre úgy döntene, hogy önkénteseket küld oda, onnantól kezdve én azt gondolom, hogy ez a háború már nem tartott a jelenlegi keretei között. Tehát ez egy hihetetlenül veszélyes dolog lenne, és azt kell, hogy mondjam, hogy önnek a felvetése azért nagyon jogos, mert látjuk azt a frontról érkező hírekből, hogy az ukrán katonák hősies ellenállása oda is vezet, hogy hihetetlen gyorsasággal veszítik el az ukránok a hadrafogható katonáiknak egy jelentős részét. Tehát már pedig, hogyha a katona elfogy, akkor onnantól kezdve hiába jön a világ legmodernebb fegyvere is, ha nincs hozzá ember, aki ezt alkalmazza és hajlandó legyen a legnehezebb körülmények közt is professzionális módon kezelni, akkor onnantól kezdve a háború az reménytelenné válik. Lehet ezzel kapcsolatban valami fajta reális becslést fölállítani, hogy meddig tarthat ki az ukrán élőerő? Ugye több mint egy év telt el a háborúból, és ugyan a veszteségekről pontos adatokat nem lehet tudni, de azért az sejthető, hogy a legalábbis kiképzett, úgymond minőségi haderőnek egy jelentős része ukrán oldalon már elveszett. Igen, ugye Ursula von der Leyen elszólása, illetve amerikaiak által kiszivárgott információk alapján én azt gondolom, hogy hiteltél érdemlő számként azt elfogadhatjuk, hogy a harcokban ukrán részről olyan 130 ezer katona vesztette idáig az életét, és háromszor ennyien sebesültek meg. Tehát közel 500 000 ember esett már ki a hadseregből, mert a sebesültek egy jó része is minimum hosszú idős rehabilitációra szorul, még hogyha visszatérhetne is a frontra. Márpedig ez azt jelenti, amit ön is mondott, hogy az ukrán hadseregnek a legjobban felkészített, leginkább motivált, elkötelezett katonái vesztek oda, vagy sebesültek meg eddig a harcokban. És hát amit látunk ez a kényszer sorozások kapcsán, azért azt el tudjuk képzelni, hogy azok a férfiak, akiket itt erőnek erejével fogdosnak össze, és öltöztetik be, és viszik ki a frontra, azok milyen hatékonysággal és milyen elszántsággal fognak harcolni. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés a következő néhány hetet illetően, ahogy közeledünk a tavaszhoz, és járhatóvá válnak újra az utak, vagy a földeken keresztül is a nehéz gépek tudnak mozogni, mint a nehéz harckocsik. Tehát, hogy ember oldalról milyen tartalékokkal rendelkezik Ukrajna, itt azért hallottuk az elmúlt hónapokban, hogy az ukrán vezérkar és az elnöki kabinet között időről időre vitapattan ki, hogy akár mint Mariupolnál, vagy most Bakhmutnál elvérezzenek-e a legjobb katonák, vagy pedig őket érdemes lenne visszavonni egy későbbi reménybeli támadáshoz tartalékolni őket. Ez annál is inkább fölvetődő és egyre aktuálisabb kérdésé válik, hiszen legfrissebb hírek szerint Zelenszky elnök már arról beszél, hogy a hadsereget utasítja arra, hogy egy elsőprő támadással szorítsák vissza az oroszokat, szabadítsák fel a Krímet is, már pedig azt tudjuk, hogy ez a technika mellett, ha nincsen meg az a megfelelő erejű és létszámában is tekintélyesebb haderő, akkor ezeknek a katonáknak minimális esélye van egy ilyen harcban, hiszen látjuk azt most, hogy az oroszok a 300 ezer besorozottat elmúlt hetekben már vagy kiküldték a frontra, vagy most érkeznek ki. Tehát ezzel szemben egy támadásnál ugye a katonai stratégiák mindig azt mondják, hogy legalább háromszoros élőerős fölényre van szükség a technikai előny mellett. Ezt a háromszoros fölény pedig úgy tűnik, hogy ezen a frontvonalon egy-egy koncentrált támadási ponton esetleg tudják biztosítani az ukránok, de tartósan egy átütő erejű támadáshoz én azt látom, hogy pillanatnyilag az ukrán hadsereg személyi tartalékai nagyon kevesek. Ugye rendszeresen hallani nyugati oldalról azt, hogy Ukrajnának meg kell adni a lehetőséget arra, hogy saját maga döntsön, az ukrán vezetés saját maga döntsön a
arról, hogy meddig és hogyan és milyen célok mentén kívánja folytatni a háborút. És ahogy amit említett, Zelenszky elnöktől és az ukrán legfelsőbb vezetéstől rendszeresen azt hallani, hogy ezt a háborút akkor lehet majd lezárni, hogyha Ukrajna teljes területi integritása helyreáll, minden négyzetcentimétert, a Krímet is beszámítva, sikerül felszabadítani. Ugyanakkor az látszik az előbb elmondottakból is, hogy Ukrajnának ehhez a képességei nincsenek meg, és a jövőben, ahogy húzódik a háború, egyre kevésbé lehetnek meg a fegyverszállítások ellenére is. Van olyan szándék, lehetőség nyugati oldalról, hogy valami fajta valóság próbával szembesítsék az ukrán vezetést, és egy olyan irányba tereljék, hogy reálisan elérhető célokat tűzzenek ki a folytatásra? Hát szerkesztő, én azt gondolom, hogy az ukrán vezetés mozgástere, önállósága meglehetősen csekély. Tehát akkor, amikor euró és dollár 10 milliárdokat pumpál bele az Egyesült Államok és az Európai Unió Ukrajnába, akkor egyre kevésbé az ukránok döntik el sajnos azt, hogy valójában milyen módon folytatják, vagy kötnek kompromisszumot ebben a háborúban. Itt a kérdés az úgy merül fel, inkább én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok geostratégiai érdekei mit diktálnak, hogy egy elhúzódó háború berendezkedve úgy gondolják, hogy Oroszországot le lehet kötni, erőit folyamatosan erre koncentrálva az orosz gazdaságot meg lehet gyengíteni. Látva azt, hogy Egyesült Államok számára a következő hónapok, évek legnagyobb kihívását az nem Oroszország, hanem Kína fogja jelenteni. Tehát ebből a szempontból nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok számára a fő stratégiai cél az mégiscsak a Kínával való ellentétnek a, hogy úgy mondjam, nem felszámolása, hanem ellenerőnek a képzése Kínával szemben, és a dél-kelet-ázsiai térségre koncentrálva erőit az amerikai hadsereg és az amerikai politika odafigyel alapvetően, és nem Európára. Ebből a szempontból nekünk nagyon fontos, de mégiscsak egy mellékhangszintér Ukrajna. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy a döntést az ukránok akkor fogják meghozni bármilyen irányba is, hogyha ehhez érdemi amerikai sugallatot is kapnak. És ha megnézzük a másik oldalt, orosz oldalról, lehet-e most már tisztában látni így egy év távlatából azt, hogy mik lehetnek Putyin elnöknek a stratégiai céljai a meghirdetett programon túl, vagy azzal akár egyezően? Én azt gondolom, hogy néhány dolog azért az elmúlt egy év során betisztázódott. Az egyik az az, hogy Oroszország azért nem képes arra, hogy Ukrajna teljes egészét elfoglalja, Ukrajnát újra egy orosz barát rezsim irányítása alá vonja. Ez nem zárja ki azt, hogy a jelenleg elfoglalt területeket, illetve amit Putyin elnök célként megfogalmazott, tehát a teljes Donbass úgymond felszabadítását követően Ukrajnának ezeket a területeit tartósan magához csatolja. És emellett én azt gondolom, hogy irányadónak kell tekintenünk Lavrov külügyminiszter szavait, éppen a nyugati fegyverszállítások után, amikor azt mondta, hogy amennyivel nagyobb hatótávolságú fegyvereket kap az ukrán hadsereg, annál nagyobb távolságot kell az orosz hadseregnek elfoglalnia, azért, hogy egyfajta ütköző zónát hozzon létre az orosz területek és a fegyverek hatótávolsága kapcsán, hogy ne lehessen közvetlen módon támadni az oroszok által megszállt, illetve most is Oroszországhoz tartozó területeket. Tehát én azt gondolom, hogy Putyin elnöknek saját belpolitikai érdekeit is tekintve ez a minimál célja, ettől ő nem tud visszalépni, mert ellenkező esetben úgy otthon, mint a szövetségései körében is elveszíteni azt a fajta képet, amit idáig gondosan építettek az erős és hatékony, ütőképes Oroszországról. Az elmúlt napokban mindkét oldalról lehetett hallani olyan fölvetéseket, hogy valami fajta
provokáció készülhet vegyi fegyverek bevetésére. Mire vonatkozhat ez az elképzelés egyáltalán? Milyen vegyi fegyver fenyegetés lehet reális, ami ebben a most zajló konfliktusban egyfajta eszkalációként megjelenhet? Én azt gondolom, hogy ezek a megnyilatkozások alapvetően annak szólnak, hogy egyik fél sem tudott átütő erejű sikereket elérni a frontvonalakon. Tehát ez az orosz lassú felőlő taktika, ez működik, de nem jelenti azt például, hogy Bakhmutot már be tudták volna keríteni, vagy egy mindent elsöprő támadást tudnának indítani a front bármelyik szakaszán, és ugyanez igaz az ukránokra is. Márpedig ebben a lassú, ide-oda mozgó frontvonalakat és a jelentős veszteségeket látva, nyilvánvaló, hogy mindkét fél a kommunikációs területen is igyekszik a másikat elhitelteleníteni, illetve olyan fajta forgatókönyveket fölvázolni, ami a másikról szemben egy ilyen negatív képet mutat föl. Tehát magyarul én azban bízom, hogy ezek a fajta vegyi fegyver bevetésére vonatkozó felvetések abban a sorban kell, hogy illeszkedjenek, mint az atomfegyverrel kapcsolatosak. Tehát nem gondolom azt, hogy akár csak egy harctéri vegyi fegyver támadás bármelyik fél komolyan fontolgatna, hiszen nyilvánvaló, hogy aki ezt megteszi, az onnantól kezdve az összes morális tartalékát, hogy úgy mondjam, a világ közvélemény előtt fölemészti. Ebből a szempontból inkább arra kell figyelni, hogy melyik fél lehet képes arra, hogy ilyen provokációval, másikat besározva hajtson végre egy olyan idegenzászlós támadást, ami úgy tűnne, mintha az ellenfelem hajtotta volna végre, közben én magam teszem ezt meg, de hát az, hogy a saját katonáimat, a saját polgáraimat tegyem ki egy ilyen támadásnak, egy ilyen dezinformációs játszva sikere érdekében, az azért megint számos kérdőjelet vett föl, és nem gondolom azt, hogy ebben a mai információs világban túl sokáig egy ilyen műveletet titokban lehetne tartani. De a maga a kommunikációs fölvetése is akár, nem tudom, hogy látja ön, alapot adhat arra, hogy például egyfajta ENSZ beavatkozása sor került. Láthattunk ugye az említett 2003-as iraki invázió kapcsán példát arra, hogy hát utólag nem valósnak bizonyult vegyi fegyverfenyegetés, vagy biológiai fegyverfenyegetésre hivatkozva történt ENSZ beavatkozás. Az elmúlt napokban is lehetett hallani olyanról, hogy az ENSZ világélelmezésügyi programjának a vezetője fölvetette azt, hogy az ukrajnai gabonaszállításoknak a védelmére minden erőt és minden lehetőséget meg kell ragadni és mozgósítani kell, ugyan nem kimondva, de ebbe beletartozhat ilyen ENSZ békefenntartó kékrisakos alakulatoknak is a térségbe vezénylése. Még ha nem is következne be, és reméljük nem következik be egy ilyen vegyi fegyver provokáció, akkor is előállhat egy olyan helyzet, hogy akár ennek ürügyén vagy erre való hivatkozással ENSZ alakulatok jelennek meg? Erre ENSZ alakulatok akkor jelenhetnek meg egy adott konfliktusos térségben, hogyha legalább már tűzszünet van a két fél között, és a tűzszünet a fegyvernyugvás betartására kéksisakósokat lehet az ENSZ részéről úgy vezényelni, hogy ezt mind a két fél elfogadja. Látjuk ezt például a ciprusi görög-török határon, látjuk ezt más területein a világnak, ahol ezeket többé-kevésbé eredményesen vetették be. Ugyanakkor azt is láttuk például a délszláv háború kapcsán, Bosznia-Hercegovinában a holland kéksisakosok azok nem töltötték be a feladatukat. Tehát én azt gondolom, hogy pillanatnyilag aznak, hogy az ENSZ békefenntartókat küldjön Ukrajnába, arra minimális az esély. És akkor reméljük, hogy a provokációk azokról szóló hírek valóban csak a kommunikációs térben maradnak. Horváth József biztonságpolitikai szakértő, az Alapjogok Központ munkatársa volt a vendégünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és várjuk legközelebb a stúdiónkban személyesen is. Köszönöm a meghívást, minden jót, viszont hallásra.